Újra ringbe száll a Pollák Ecotíma, világ egyik leginnovatívabb energetikai diákversenyén, a Shell Eco Maratonon, hogy saját tervezésű és kivitelezésű járművével megdöntsék korábbi eredményeit. A csapat az utolsó simításokat végzi a rotterdami verseny előtt. Igazából nem csak egy jármű van, amit így fejleszgetünk, pofozgatunk, hanem egyre újabb és újabb járműveket készítünk. Nyilván annak érdekében, hogy minél hatékonyabb legyen a hajtásrendszer, minél nagyobb távolságot tudjuk megtenni egységnyi üzemanyaggal. A pécsi Pollák Eco csapat harmadik alkalommal indul el a versenyen. Hiorka nevű autójukba idén új hajtás került, ami új hidrogén üzemanyagcellát, új elektromotort, kis súrlódási ellenállású csapágyakat és új vezérlést jelent. A forma a tavalyi modell alapján nem változott, tömege viszont fele akkora, mint a tavalyi autói, mindössze 25 kg. A 29. Shell Eco Maratonon 24 európai országból 224 csapat fog versenybe szállni, köztük 5 magyar csapat igyekszik újabb rekordokat állítani a versenyen.